A rendelkezésre álló adatok alapján egy román állampolgár szerda délután 15 óra körül itt, Oroson a Friss utcában, egy családi házban lövéseket adott le az ott lakó házaspárra. Az eset után nem sokkal a környéken élők adtak interjút stábunknak. Úgy hallottuk, hogy 3 év adták ezt a lakást el, és akkor költözött itt ez a házaspár vagy család. Igazán én 7 évig hordtam itt az újságokat. Ő velük úgymond ilyen köszönő viszonyban voltam, de nem régóta, vagy 2 éve, hogy ismertem őket. Egy ilyen középkorú házaspár, igazából így szimpatikusak voltak, és egy kislányuk, meg egy kisfiú volt, vagy van. Információink szerint az esetet a házaspár 7 éves ikergyermekei is látták, a lövöldözés alapja féltékenység lehetett. Az asszony az őt ért lövés következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A férj életveszélyesen megsérült, ezen a felvételen ő van a mentőautóban házuk előtt. Információink szerint a sajtóban megjelent híresztelésekkel ellentétben a férj életben van. A feltételezett elkövető a lövöldözés után egy szürke színű MLB 257 forgalmi rendszámú Dacia Loggia típusú személygépkocsival ismeretlen helyre menekült. Az európai elfogató parancs alapján körözött férfit ma délután Kolozsvár belvárosában fogta el a román rendőrség. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság nemzetközi jogsegély keretében kezdeményezi a férfi kiadatását.